Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.splcstudio.hu. Fejlesztés. Több mint 200 millió forintból épült egészségház Faddon. Balassanap. A nehézségek ellenére jól működik a szekszárdi kórház. Nemzeti gyásznap, az aradi vértanúkra emlékeztek Tolna megyében. Fejlesztés, 200 millió forintból fejlesztették a csapadékvízelvezető rendszert Váradján. A Tolna Táj televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Több mint 200 millió forintból épült egészségház Faddon. Az épületben két háziorvos, egy fogorvos, egy gyermekorvos rendel majd. Továbbá itt kapott helyet a védőnői szolgálat is. Az épület átadóján Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a kormánynak a kistelepüléseken élők helyben tartása a célja, ezért építenek óvodákat, bölcsödéket, orvosi rendelőket. Hosszú évek óta várták a faddiak, hogy átadják az egészségházat, amire most került sor. Az épület helyén korábban egy cipészműhely működött, majd az önkormányzat 5 évvel ezelőtt megvásárolta az ingatlant, remélve, hogy egyszer összegyűlik annyi pénz, hogy megépülhessenek az orvosi rendelők. A település az egészségház megépítésére 100 millió forintot nyert a településfejlesztési operatív programból. 90 millió forintot a Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítványtól kapott, a felmaradó részt pedig az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozta, mondta az átadón Fülöp János, FAD polgármestere. A 90-es években ugye privatizáltunk orvosi rendelőt orvoslakással, ugye akkor az volt az irányvonal, és hát bizony a településnek csak egy rozzant épületben lévő fogorvos és orvosi rendelője maradt. Tehát mindenképpen szükség volt rá, és hát nyilván majd a tetőtérbe a pályázat lejártával lakásokat próbálunk majd kialakítani. A kormányzatnak az a célja, hogy fejleszte a kis településeket és helyben tartsa a lakosságot, jelentette ki az átadón Süli János, paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője. Minden kis településen legyen, ha iskola már nincs, mert úgy alakult az elmúlt évtizedekbe, akkor pedig korszerű iskolabusz hálózat kiépítésével kell kultúráltan megoldani, hogy a szülő biztos lehet benne, hogy oda vitték a gyereket, onnan hazahozzák, és ez is arra ösztönöz, hogy a kis településről nem akar egy iskola miatt adott esetben elmenni a fiatal házaspár. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke az átadón azt emelte ki, hogy több mint 30 milliárd forintnyi terület és településfejlesztési operatív program forrásból gyarapodott Tolna megye. A faddi egészségházban két házi orvos, egy fogorvos, egy gyerekorvos rendel majd. Továbbá itt kapott helyet a védőnői szolgálat is. Minden nehézség ellenére a kórház egy jól működő intézmény, mondta Németh Csaba, az intézmény főigazgatója a Balassa napon, amit a hétvégén tartottak Szekszárdon. Az intézmény szakmai napján azokat ünneplik elsősorban, akik a mindennapokban kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, példaképként állíthatóak munkatársaik elé. Az ünnep kapcsán felszólalt Ács Rezső Szekszárd polgármestere is, aki szerint példaértékű a város és az intézmény kapcsolata. A Balassa nap a szekszárdi kórház legnagyobb ünnepe. Ez a nap arra való, hogy azokat köszöntsék, akik emberségből és szakmaszeretetből a legtöbbet tesznek le az asztalra. Az ünnepség keretében felszólalt Ács Rezső Szekszárd polgármestere, aki azt mondta, az elmúlt évek arról az országosan is mintaértékű együttműködésről szóltak, ahogyan egy város és egy intézmény közösen gondolkodott egy magasabb szintű ellátás elérése érdekében. Bár nap mint nap nehézségekkel kell megküzdeni, azt mondhatjuk, hogy a kórház prosperál, mondta Németh Csaba főigazgató. Ilyenkor, amikor az ember számot vet az idővel és visszakeresi az elmúlt időszak eseményeit, akkor látja azt, hogy az egyébként csak állandó probléma megoldásnak érzett életben mennyi sok minden történik és mennyi sok minden sikerül megoldani, és mennyi sok minden változás van egy intézmény életében. És azt gondolom, hogy hosszú beszédet tudtam tartani ebből adódóan, sokáig tartott ennek a felsorolása. A Balassa nap különlegessége a tudományos pályázatokra beadott munkák értékelése.
Kondákod István a tudományos tanácselnöke azt mondta, minden eddiginél színesebb és magasabb szakmai színvonalú előadások hangzottak el a fiatal orvosok részéről. Nagy öröm számunkra, hogy a 35 alatti korosztály, mert elsősorban azoknak írjuk ki ezt a lehetőséget, nagyon nagy számmal vett részt ezen a lehetőségen. Ez elsősorban a szakmai érdeklődésüket, a betegekhez való viszonyukat, tudományos és szakmai hozzáállásukat is visszajelzi. Az idei évben 14-en vehették át a kiemelkedő munkáért járó Balassa díjat, míg a szervezeti egységként a kórház gyógyszertárát tüntették ki az elismeréssel. Az 1848-ban kezdődött magyar szabadságharc egy évvel később, október 6-án Aradon kivégzett 13 hősére emlékeztek szerte Tolna megyében. A Nemzeti Gyásznapon Pakson a Dunaparti Sétány összetartozás emlékműjénél tartotta a megemlékezést a város önkormányzata. A Vetővirág népzenei együttes műsorát követően Szabó Péter polgármester beszédében emlékeztetett arra, hogy 1849. október 6-án bosszúból, elrettentés céljából a bécsi császári udvar parancsára végezték ki a szabadságharc tábornokait, vezető tisztjeit. Azt kívánom, hogy a mai emlékezés tükrében is ráismerjünk nemzetünk és önmagunk egyéni értékeire, és ezeket képesek legyünk az aradi vértanúkhoz hasonlóan hitelesen megélni családunk, városunk, nemzetünk javára, most a gyarapodó békeidőben is. Kívánom, hogy értsük az idők jeleit és benne cselekedeteink súlyát. Arad, örök magyar gyász szép arája, feléd suham ma sóhajunk, feléd! Ki élsz sötétben és némán, az árva maros mentén, mely zúg magyar zenét. Genszler Tamás, a Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnázium tanulója, Juhász Gyula Arad című versét mondta el a Percelek temetkezési helyén tartott megemlékezésen. Az ünnepi beszédet ebben az esztendőben Tóth Bence történelem tanár tartotta, megemlékezve az aradi tábornokok hősiességéről és hazaszeretetéről. Azon nap történéseiben mégis az a legérdekesebb, ahogyan ezek a férfiak kiálltak oda, és emelt fűvel vállalták a sorsukat, hiszen tudták, hogy az, amit cselekedtek, amit tettek, az sem a későbbi korok ítélete, sem a jog, sem pedig Isten törvényei szerint nem volt bűn. Ezért is vállalták ők ezt a sorsot, és vállalták ezt emelt fűvel. Tolnán is megemlékeztek az 1848-as, 49-es forradalomban kivégzett 13 aradi vértanúra. A Pesszófer Ágnes, a település polgármestere beszédében is emlékeztetett arra, hogy bár magyar vértanúkról beszélünk, fontos tudni, hogy nemzetközi összefogás volt a magyar szabadságért. Véleménye szerint elsősorban erre kell emlékezni ezen a napon. Megemlékezünk azokról a hősökről, akik életüket adták magyarként, és tegyük hozzá nem magyarként is, nagyon sokan életüket adták a magyar szabadságért. Az ünnepség zárásaként a város vezetői és a társadalmi szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés és a tisztelet koszorúit az emlékműnél. Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani, amit utoljára akartál mondani. Váci Mihály versének részletével köszönt el Csizmadia Csaba alpolgármester Szekó Józseftől, Mohács tragikus körülmények között elhunyt polgármesterétől, akit ezrek búcsúztattak szombat délután Mohácson. A gyászszertartást udvari György veszprémi érsek pécsi apostoli kormányzó vezette, a temetésen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök és több kormányzati képviselő, de számos jelenlegi és korábbi országgyűlési képviselő is osztozott a mohácsiak gyászában. Szekó József 1998 óta volt Mohács polgármestere, a 27 település közös feladatellátását irányító mohácsi többcélú kistérségi társulást 2004 óta vezette. 2010 májusától a Fidesz Baranya megyei jelöltjeként bekerült a parlamentbe, ahol 4 éven keresztül a kormány munkájának támogatása mellett Mohács és a megye fejlesztéséért dolgozott. Munkásságát több díjjal és kitüntetéssel is elismerték. Szekó József 64 éves volt. $200 millió fejlesztették a csapadékvízzel vezető rendszert Váralján. A településen korábban több alkalommal is gondot okoztak a hirtelen lecsapó nagyobb esőzések. A mostani beruházásnak köszönhetően viszont ez mostantól megszűnik.
Ilyen terméskő töltéseket és a hozzájuk tartozó zsilipeket alakította ki a várajai parkerdőben található víztározó tavak között. Ezek a 200 millió forintos fejlesztés leglátványosabb elemei, de ezek mellett kikotorták a tavak medrét, az itt található pihenőhelyet pedig felújították, és a falun végig húzódó árok több helyen betonozott oldalfalat kapott. Várajai a község történetében többször volt, hogy nagy eső után zsákolni kellett a faluba, mert több helyen elöntötte a települést, a házakat a víz. A mostani fejlesztés az ilyen helyzetek megakadályozását teszi lehetővé. A projekt záró rendezvényén Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Várajai országgyűlési képviselője is részt vett. Ő azt mondta, hogy a most befejezett beruházásnak köszönhetően nem csak egy turisták által kedvelt kirándulóhely lett sokkal szebb, de ezzel együtt a Várajai közelében található települések is biztonságosabbak lettek vízelvezetés szempontjából. A csapadékvizet ez a patak viszi tovább nagymányok, kismányok irányába, és Bonyhád alatt hidasnál egyesülve a másik patakkal gyakorlatilag ez a hirtelen lezuduló csapadékvíz mind Bonyhádra érkezik meg, és ott okozhat nagyobb gondokat, tehát ezért is volt nagy szükség rá. A várajai fejlesztés a megyei önkormányzat által irányított terület- és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően valósult meg. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondta, a Tolna megyére jutó több mint 27 milliárd forintból olyan fejlesztések tudtak így megvalósulni, amik a helyiek érdekeit szolgálják. Még látjuk, hogy mennyi pénz van, amit még ki kell el kell költenünk, és a projekteket meg kell valósítani. Szerintem ez egy elég jelentős fejlődést és előrehaladást fog okozni Tolna megyében. Mi azon leszünk, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon. A várajai vízelvezető rendszer projektzáró rendezvénye közös faültetéssel ért véget. Régi vágya vált valóra a Dombovári Foci Súli Egyesületnek. A párját ritkítóan erős, sokakat képviselő civil összefogás eredményeként valóra vált egy év leforgása alatt az, amire évekkel ezelőtt forrás hiányában esély sem mutatkozott. A Szent Orsolya Katolikus Általános Iskola salakos, bitumenes sportudvarán egy a mai viszonyok között legkorszerűbb műfőes pálya épült meg önkormányzati támogatás nélkül. A sokszor kellemetlenül porzó vörös salak, a rideg, szintén sérülésveszélyes betonpálya már csak emlékeztet a múltra a dombovári Szent Orsolya Katolikus Általános Iskolába. A centerpálya teljes egészében a legkorszerűbbé alakult át egy év alatt. Világítással, védőhálóval felszerelt műhüves pálya szolgálja a sportot, a labdarúgást. Nem hullott az ölükbe ez a 30 milliós létesítmény a dombováriaknak. A széleskörű civil összefogás volt a mozgatórugója, ennek a hiánypótló, a helyi gazdaság szereplőit megmozgató fejlesztésnek. Mi civilek fogtunk össze, tehát ebben ugye önkormányzat nem vett részt, hanem maga az intézmény, illetve az egyesület fogott össze, és kerestük meg a vállalkozókat, miután a pályázatot megírtuk, és a Tolna megyei szövetség segítségével a labdarúgó szövetség jóvá hagyta, hogy megépíthessük ezt a pályát. A pályaépítési programban példaértékű az, hogy egy egyesület és az egyesülethez kapcsolódó vállalkozások tudták létrehozni ezt a labdarúgó pályát. Kiváltképp azért is kiemelkedő, hogy nagyon ritka, amikor ez nem önkormányzati tulajdonban van, tehát ez alapvetően egy intézményhez kapcsolódó, egy egyesületi kedvezmény kezdeményezés mentén több mint 10 vállalkozó jóvoltából jöhetett létre ez a pálya. A dombovári Szent Orsolya Katolikus Általános Iskolában nem csupán egy sportág, hanem, ahogy a helyi illetékesek fogalmaznak, szenvedély a foci, amely csaknem akkora létszámban vonza a lányokat is már, mint a fiúkat. A pálya használatára belülről, kívülről komoly igény mutatkozik, mert hogy az egész városban ezen kívül csak egy műhüves pálya van. A másodikat, az újat egy hármas tornával avatták fel a hétvégén, amelyen dombovári, pécsi és tamási gyerekekből álló csapatok vettek részt. Családi napot tartott az S plusz C stúdió Kft. Szekszárdi telephelyén. A főként energetikai felújítással, építőanyagkereskedéssel foglalkozó Családbarát munkahely címmel is büszkélkedő 22 éves cég minden évben szervez dolgozóinak és családjuknak egy olyan programot, ami az önfeledt kikapcsolódásról szól.
A Csacsacsa tánc lépéseit sajátíthatták el a gyerekek és szüleik az S+T Studio Kft. Szekszárdi telephelyének felső emeletén, és miközben a gyerekek önfeledten táncoltak, szüleik az alsó szinten különböző érdekes előadásokon vehettek részt. Megtudhatták például, hogyan lehet elkerülni a kiégést, és milyen veszélyeket rejt a közösségi média. Társas kapcsolatok térképezhetők fel, akár hiszik, akár nem, a rendőrség folyamatosan a Facebookot használja egy bűncselekmény kapcsán, megnézik, ki kivel ilyen társas kapcsolatban van. Snetz Csaba 6 éve dolgozik a cégnél asztalosként. Azt mondja, azért szeret itt dolgozni, mert olyanok, mint egy család, mindig számíthatnak egymásra. A családi napra pedig véleménye szerint azért van szükség, mert így kötetlen formában is együtt tudnak lenni a dolgozók. Nagyon jó, sok program van, ugye a gyerekeknek is csomó foglalkozás, meg ilyenkor tudunk együtt lenni az egész cég, mert ugye különböző csoportok vannak, raktár, vállalkozás, pénzügy, mi is kijön a Metalóba is, ilyenkor vannak azok a pillanatok, amikor össze tudunk ülni tényleg együtt és egy napot eltölteni. Szommerné Benkő Ágnes fél éves kisbabájával érkezett a családi napra. Azt mondja, a cég nem feledkezik meg a kismama dolgozókról sem. Minden eseményre meghívják őket, és számtalan más formában is segíti a gyerekes munkavállalókat. Nagyon sok mindenben mondanám azt, hogy családbarát a cég. Nagyon sok programot szerveznek, ilyen többek között az építők napja is, az egy ilyen háromnapos hétvége szokott lenni. A dolgozók minden családtagjukkal meg vannak hívva. A családi vállalkozás vezetőjének az a célja ezekkel a programokkal, hogy az összetartozás érzése erősödjön a dolgozókban, és jó munkahelyi légkör alakuljon ki, mondta a cég vezetője, Cang Géza. Úgy gondolom, hogy van egy olyan feelingje a cégnek, olyan hangulata, amely miatt szívesen dolgoznak itt nálunk a kollégák, és reméljük, hogy ezen a módon is hozzá tudunk járulni, hogy jól érezzük magukat itt. Az S+T Studio Kft. Családi napja egy közös ebéddel és gyermekeknek szóló programokkal záródott. Regionális híreinkkel folytatjuk. Open for Business 19 országból érkeztek Pécsre, hogy üzleteket kössenek. Új regionális központ a Máltai Szeretett Szolgálatnak, 62 millió forintból szépült meg az épület. 50 éves a Bói Integrált Szociális Központ, 16 településen végeznek idősápolást. Üzletemberek, szakemberek, cégvezetők, többek között ők töltötték meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Zsolnai termét pénteken. Az Open for Business elnevezésű nemzetközi üzletember találkozóra 19 országból érkeztek Pécsre. Idén az infokommunikációs ágazatra, a nemzetközi projektekre, a klaszter együttműködésre, a kreatív iparágakra, a női vállalkozókra és a gépiparra összpontosítottak a szervezők. Az esemény kiemelt vendége Írország volt. Cél, hogy segítsék a baranyai vállalkozások külföldi piacra jutását, üzleti partnereik megtalálását. Országok zászlói a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Zsolnai termében. Hivatalosan itt kezdődött el az Open for Business péntek délelőtt. A nemzetközi üzletember találkozóra egész Európából érkeztek vendégek. 19 országban 271-en regisztráltak be. Ugye a nagykövet úr ilyen nagykövet is vendégünk volt. Én úgy gondolom, hogy mivel Baranya exportorientáció még mindig az utolsó, Magyarországon ez kiemelt kell, hogy legyen egyetemmel, várossal összefogva, hogy segítsük a piacra a meglévő KKV exportőröket. Az iparfejlesztési program, illetve egy egyetemnek a stratégiai regionális innovációs ökoszisztéma programja szintén tartalmaz ezeket az elemeket. Elindult a város, elindult a megye fejlődésben, azt gondolom, hogy ezt gyorsítani kell, erre minden esélyünk megvan. Ezt a folyamatot erősítheti a helyi vállalkozások termékeinek külföldi piacokra juttatása. Ennek megfelelően személyes, kétoldalú tárgyalásokat is folytattak a külföldi és a hazai üzletemberek az Open for Business keretein belül péntek délután. 62 millió forintból valósult meg a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Dél-Dunántúli Regionális Központ felújításának utolsó üteme. A Janus Pannonius utca 6-os szám alatt található egyházmegyei tulajdonú épületben 23 éve végzi segítő tevékenységét a szervezet.
7 éven át zajlottak több szakaszban a munkálatok, most a padlástér beépítése, valamint az udvar rendezése történt meg. A beruházás célja, hogy a szeretett szolgálathoz betérő rászorulók ellátását magasabb színvonalú környezetben tudják biztosítani. Emellett a padlástérben kialakított közösségi térben akár önkéntesek, iskolás csoportok, egyetemisták által szervezett programoknak is helyet tudnak adni. Eddig nem volt olyan közösségi tér, ahol akár szakmai konferenciákat, akár összejöveteleket, akár a hajléktalanoknak szervezett karácsonyi akciónkat meg tudtuk volna tartani. Akkor mindig valahova bekéreckedünk, valaki vendégül lát minket, és akkor ott tartottuk ezeket az eseményeket. Itt most lehetőségünk nyílik arra, hogy egy kicsit nyilván a saját tevékenységeinket is egy jobb térben tudjuk végezni. Másrészt kinyissuk a kapuinkat azok iránt, akik érdeklődnek felénk. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy nagyon komoly lépés a mi életünkben. 50 éves jubileumát ünnepli a Bói Integrált Szociális Központ, mely elsődlegesen az idős személyek ápolását, gondozását végzi. A szociális ellátásra társult összesen 16 településen. A Szociális Központ intézményrendszerén belül 6 ellátási forma működik. A jubileumi ünnepségen köszöntőt mondott Hás József polgármester, Zöll Gellért stratégiai helyettes államtitkár és Hargitay János országgyűlési képviselő. A családok tehermentesítése és az idősek szakszerű empatikus ellátása valósul meg Bójban. A folyamatosan bővülő és megújuló integrált szociális központban hangzott el az intézmény fennállásának 50 éves jubileumi rendezvényén. Hárs József polgármester köszöntőjében utalt arra, hogy az egész közösség sokat tett azért, hogy ez a rendszer működjön és fejlődjön. A helyi idős politika eredményeit vizsgálva kijelenthetjük, hogy Bój egy nyugodt, csendes kisváros, ahol az igényes környezetnek, a jó közbiztonságnak, a fejlett infrastruktúrának és a kiépített intézményrendszernek köszönhetően szívesen laknak az idős emberek. A bói idősek megélték az önkormányzat támogató szándékát és élnek a lehetőségekkel, kedvükre válogatnak a nyugdíjasokat tömörítő csoportok között. Az, hogy óvodások és általános iskolások műsora színesítette az ünnepséget, a kormány stratégiájával van összhangban, mely szerint a családpolitikában a nemzedékek együttműködésén van a hangsúly, fogalmazott köszöntőjében Zöll Gellért, az Emberi Erőforrások Minisztériumának stratégiai helyettes államtitkára, aki megköszönte a gondozók, ápolók munkáját, akik nélkül nem lehetne jó példa a bói intézmény. Köszönöm és gratulálok mindenhez a városnak is, aki fenntartóként jó példája annak, hogy önkormányzatként hogyan lehet megfelelő színvonalú ellátást biztosítani. Az állam jelentős támogatást tud biztosítani minden szociális ellátáshoz, és biztosítja a normatívát, de egy fenntartó, aki helyben ismeri a körülményeket és helyben ismeri az igényeket, az nélkülözhetetlen. És az önkormányzatok mintegy 30%-át, az önkormányzati intézmények mintegy 30%-át látják el a szociális intézményeknek és üzemeltetik, és ez az itteni intézmény is egy kiváló példája annak, hogy ezt lehet sikeresen és jól csinálni. Hargitay János országgyűlési képviselő beszédében utalt arra, hogy mivel életünk kezdetén és végén mások törődnek velünk, életünk derekán nekünk kell törődni másokkal. Mi, akik ma még aktívan élünk, jól tudjuk azt, hogy amit Bójon ma itt élvezni lehet, azt önök teremtették meg. Jól tudjuk, hogy ezt az országot önök tették olyanná, amilyen ma, és amit mi a munkánkkal gazdagítunk, de ezt önök alapozták meg. És azt is jól tudjuk, bár sokszor azt gondoljuk, hogy velük megszűnik a világ, és utána már nehézségek jönnek. Jól tudom, hogy az utánunk következő generáció, tehát a családjait, a fiatalabb tagja is képesek lesznek ezt az országot, ezt a nemzetet építeni. A most 50 éves központ elsődlegesen az idős személyek ápolását, gondozását végzi 16 településen. Az intézményben 6 ellátási forma működik. Ezek közül legutóbb a házi segítségnyújtást, a támogató szolgálatot és a nappali ellátást fejlesztette az önkormányzat. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Fejlesztés, több mint 200 millió forintból épült egészségház Faddon. Balassanap, a nehézségek ellenére jól működik a Szekszárdi kórház. Nemzeti gyásznap, az aradi vértanúkra emlékeztek Tolna megyében. Fejlesztés, 200 millió forintból fejlesztették a csapadékvízelvezető rendszert Váradján.
Kedden hideg lesz a reggel, csak pár fokkal fagypont feletti hőmérsékletek is előfordulhatnak. Napközben napos, illetve fátyol felhőzeten át szűrt napsütéses, enyhülő idő alakul ki. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Viszontlátásra!